Számomra ez a sport lényegében az életemet jelenti, túlzás nélkül állíthatom ezt, és hogy igazából mivel fogott meg engem, szerintem egy nagyon sokszínű sportág, tehát nagyon fontos benne a gyorsaság, az állóképesség, a technika, a taktika, fejben nagyon ott kell lenni, és szerintem nekem ez is az egyik erősségem. És így az egész. Tehát enélkül már nem tudom elképzelni az életemet, nem tudom mihez kezdenék enélkül. Gardi Dominika igazi megszállott görkorcsolyázó, aki az STE Juhász Gyula pedagógus képzőkaron folytatott tanulmányai mellett 7 nappal látéve edz és versenyekre jár. Kitartó munkájának köszönhetően mára Európa legjobbjai között tartják számon. Kivételes teljesítményének eredménye a többszörös európai és a világbajnoki helyezések mellett az, hogy idén Szeged megyei jogú város önkormányzata Szeged sportolója díjjal tüntette ki. Elnyerni a Szeged sportolója díjat, ez nagyon nagy megtiszteltetés volt, mert szerintem Szegeden nagyon sok sikeres sportoló van, úgyhogy tényleg nagyon nagy megtiszteltetés, hogy engem tartottak alkalmasnak idén erre a díjra. Ez a díj ebben az évben nagyon ösztönzőleg tudhatni, mert nekem ebben az évben nem volt egy versenyem sem, és így a díjátadón is nagyon jó érzés volt részt venni, hogy mégis egy olyan rendezvényen vehettem részt, ami a sporttal kapcsolatos volt. Most kezdtük az alapozást egy pár hete, egyébként készülünk a következő szezonra, amiben bízunk benne, hogy már lesznek versenyek. És nekem a célom kvalifikálni magamat a világjátékokra, ami 2022-ben lesz, és terv szerint a jövő évi kolumbiai világbajnokság lesz rá a kvalifikáció. Dominika élete a gyorsasági görkorcsolyázással már óvodás korában kezdett összefonódni. Először az óvodában heti egyszeri alkalommal tartott oktatásra járt, majd hamar felfigyeltek ügyességére a Tornádó Team Korcsolyázó Sportegyesület edzői is. Garzó Erika volt az oktató, aki az óvodában tanított, és utána itt Kéri Ferenccel együtt azóta is ők az edzőim. Domka egyébként iszonyatosan okos, és ugye ehhez a sporthoz kell ész. Közben gyors kombináció, közben gyors újratervezések, újraszámolások, nem csak magamra gondolok, a társamra is gondolok, és ebben ő nagyon nagy. Szóval sokszor tényleg hamarabb kitalálja, mint amit ki lehetne számolni papíron, hogy akkor kinek most hogy lesz jobb. És nagyon önzetlen, iszonyatosan nagy a versenyszellem benne, de nagyon-nagyon komoly csapatmunkás a Domka. Mindeközben a versenyzői pályafutása közben egyébként Domka iszonyatosan sokat esett, tehát volt neki nagyon sok balesete, minden szinten. És egy olyan megkeményedett csaj lett belőle, akinek az arcán félelmet soha nem láttam. Igazából ők ketten nagyon jól kiegészítik egymást, tehát Ferjő főként az erőnléti edzéseket tartja, Erika pedig a technikai, taktikai edzéseinket. Szerintem abszolút megfelelő szigorral vannak, nem túlzott, nem hagyják az embert úgy ellazálni. A Dominika óvodás korában került hozzánk, mint minden más, nincsenek különbségek, minden gyerek egyformán foglalkoztunk ővele is. Csak az idő folyamán szép lassan ezek éppen kialakulnak, hogy ki az, aki megmarad, ki az, aki szereti, ki az, aki nem szereti, ki az, aki támogat a család, ki az, aki nem támogat a család. Önnála a bizonyos szűrők, amit szoktunk mondani, hogy vagy leesik a szűrőn, és akkor megtanult görkorcsolyázni, és ment tovább, vagy pedig nem. Ő egy csomó szűrőn nem esett át, és még mai napig sem esett át, mert itt van közöttünk. Nagyon magas szintre jutott a magyar viszonyokhoz képest. Neki is köszönhető például, hogy itt komolyan elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy a görkorcsolya pályát építsünk Szegeden, mert ha nincsen versenyzünk, akkor nem építünk pályát természetesen. Ha nincs pálya, akkor nincsen görkorcsolyás. Nagyon sok oldalú versenyző Domka, de pont azért, amit mondtam, hogy nagyon okos, ezért a taktikai számokban, ami általában a hosszabb távokon jön ki, abban,
abban különleges az ő képessége. Ami már egyébként 1000 méternél is számottevő, mert ugyanaz még nem hosszú táv, de ott is nagyon-nagyon komoly szerepe van a taktikának, ott is nagyon szép eredményei vannak. Aztán minél hosszabb lesz a táv, 10 000, 15 000, sőt a felnőttben már 20 000 elimináció van, annál inkább kijönnek ugye az észbeli képességek, mert nyilván a felkészültsége, a fizikai felkészültsége, a kondíciója, az adott, és amit ő edzőjével, konkrétan ugye Kéri Ferenccel edz, az benne van. De nagyon sok mindenki másban is benne van ez a mennyiség, csak nincs ott a feje hozzá. Domkának olyan agya van tényleg, hogy például vegyünk egy 15 000 méter pont eliminációt, ami egy nagyon bonyolult versenyszám, versenybíróként is nehéz követni, mert egy versenyen belül szakaszgyőzelmeket kell pontok formájában gyűjteni, plusz arra is figyelni kell, hogy az erő végig megmaradjon. Ugye 15 000 métert nem lehet végig sprintelni, de nem lehet egyenletes távon se végig menni, mert hogyha közben az ember nem megy pontért, akkor hiába ér be az ötödik helyen a végén, akik mögötte összeszedtek útközben 15-20-30 körön keresztül pontokat, és a mögöttünk lévő embernek van 15 pontja, akkor hiába ért be ő az utolsó helyen, ő lesz az első. A versenykorcsolyán közik ezzel teljesen más, mint amiket így egy alapboltban lehet kapni. Tehát nekünk maga a cipő része is igazából nem ér föl a bokánk tetejéig, tehát ezt nekünk kell bokából tartani, illetve a sínünk és a kerekeink is sokkal nagyobbak, és azáltal a sebességet tudjuk fokozni, tehát egészen más sebességet tudunk elérni ezáltal. A pálya, a szabványpálya az 200 méteres nálunk, és a legtöbb helyen ilyen vezmakó réteg van rajta, ami egy ilyen gumisabb anyag, tehát a legtöbb helyen már nem aszfalt és társai vannak. Persze sok helyen vannak még, mint itt is, meg ez a pálya egyébként, ez 180 méter, ez 20 méterrel rövidebb. A kanyarok többnyire döntöttek, igazából nincs két egyforma pálya, minden pályán más milyen hosszúságú a kanyar, más milyen a dőlésszög, tehát minden versenyre kicsivel hamarabb szoktunk érkezni, hogy a pályát mindenki gyakorolhassa, illetve hogy eldöntse, hogy milyen fajta kerék a legmegfelelőbb rá, mert kerékből is van nagyon sok fajta, többféle keménységű, melyik jobban csúszik, jobban tapad, és ez mind egyéni, hogy kinek melyik a legideálisabb. Ehhez a gyorsasági görkorcsolyázók a görkorcsolyákon túl csupán a csapatmeszt, sisakot és egy pár kesztyűt viselhetnek. A kisebb, még nem versenyző korosztálynak megengedett a térd és könyökvédők használata. Azonban akik már versenyeznek, azok számára tiltott a viselésük. Ennél fogva az esések is nagyobb kockázatot jelentenek. Én is estem már elég sokat, nem tudom megszámolni, hogy hányat. Sebb helyekkel is tele vagyok, de lekopogom, én egészen jól megúsztam eddig, nem törtem még el semmi, úgyhogy zúzódásokkal, illetve könnyebb vagy kisebb-nagyobb sebekkel sikerült mindig megúsznom. Dominika már elsőskorában külföldön versenyzett, azóta pedig sorra zsebeli be a szebbnél szebb eredményeket. Legfontosabb helyezései közé sorolható a Junior Európa bajnoki 2 ezüst és 3 bronzérem, valamint a Junior világbajnoki 6. helyezés. Továbbá 20-szoros junior országos bajnok és 5-szoros összetett junior Európa kupa győztes. Ezen kívül a magyar felnőtt országos bajnokságon eddig 9-szer a dobogó legfelső fokára állhatott, és a nemzetközi felnőtt mezőnyben is van már Európa kupa 3., világkupa maraton 3., Európa bajnoki 6. és felnőtt világbajnoki 8. helyezése.